Mózes első könyve a Teremtés könyve. Az előző videóban megnéztük, hogyan vezeti fel a Biblia alaptörténetét az első 11 fejezet. Isten megteremtette a világot, majd a maga képmására az embereket is, hogy uralkodjanak a földön az ő nevében. De az emberek a bűn mellett döntöttek és fellázadtak, így a világ tehetetlenül sodródott az erőszak és a halál felé, míg nem Bábelnél újra fellázadtak, majd szétszórodtak. A kérdés már csak az, mit tesz Isten, hogy megmentse a teremtett világot? A szerző ezután elkezdi nyomon követni a szétszóródott emberek közül az egyik család vérvonalát, eljutva egészen Abrámig, azaz Ábrahámig. Isten ígér neki valamit a 12. fejezet elején, ami teljesen új irányba mozdítja el a történetet. Arra hívja Ábrahámot, hogy otthonát elhagyva menjen el Kánoán földjére, ami Isten szerint egy nap az övé lesz. Azt ígéri, hogy ezen a földön fogja nagy néppé tenni, nagy nevet ad neki, és megáldja őt. Ezek az ígéretek visszautalnak a könyv egy-egy korábbi eseményére. A büszke Bábeliek mindent megtettek, hogy nevet szerezzenek maguknak, csak hát hiába. Itt viszont azt olvassuk, hogy maga Isten ad egy nevet, egy olyan neve nincs embernek, mint Ábrahám. Aztán ott van az ő megáldása, ami visszautal arra a legelső áldásra, amit Isten az embereknek adott. Na de miért akarja Isten megáldani Ábrahám családját? A választ Isten ígéretének utolsó sorában találjuk. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret a megértés kulcsa a Biblia további történetéhez. Istennek az a terve, hogy megmentse és megáldja a fellázat világot Ábrahám családján keresztül. Ezért koncentrál az Ószövetség további része erre az egyetlen családra, akiket később már Izrael népeként emlegetnek. És ugyanezért nevezik majd Izraelt a papok királyságának is a sínai hegynél, mert Isten rajtuk keresztül akarja bemutatni magát a többi népnek. A későbbi korok profétái és költői is ezt az ígéretet fűzik tovább. Azt mondják, hogy az ígéret az Izrael az izraeli messiás király eljövetelében fog beteljesedni, mert általa nyer igazságot és békét minden nép. De itt ebből még semmi sem látszik. Úgyhogy haladjunk tovább, és nézzük meg, miként bontakozik ki az ígéret. A könyv témája innentől Ábrahám családja. Először maga Ábrahám, majd a fia Izsák, azután az ő fia Jákób, végül pedig Jákób tizenkét fia. A róluk szóló történeteket két nagy motívum kapcsolja össze. Az egyik a bukás, ami a család egy folyton visszatérő problémája. Rossz döntéseikkel nem csak önmagukat teszik tönkre, de még Isten tervét is veszélybe sodorják. A másik motívum viszont Isten hűsége. Mindig megmenti őket saját maguktól, és újra meg újra elkötelezi magát, hogy összes bukásuk ellenére megáldja őket, és rajtuk keresztül minden népet. Itt vannak az ábrahámos sztorik, Isten hatalmas családot ígért neki, de amikor más férfiak szemet vetnek a feleségére, félelmében kétszer is azt hazudja, hogy sára csak a húga, amivel persze csak ront a helyzeten. Aztán kiderül, hogy Ábrahámnak és Sárának nem lehet gyermeke, ezért Sára összehoz a férjének egy egyéjszakás kalandot az egyik szolgálólányával, szóval ő is csak ront a helyzeten. Isten viszont mindig kihúzza Ábrahámot a csávából, sőt, a 15. és a 17. fejezetben el is kötelezi magát Ábrahám mellett, és szövetséget köt vele. Ez egy jól ismert jelenet. Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy számolja meg éjjel a csillagokat, majd azt mondja neki, ennyi utódod lesz. És bár nincsenek gyermekei, és már igen idős ember, Ábrahám mégis felnéz az égre, és nem tesz mást, mint rábízza magát Isten ígéretére. Válaszképpen Isten szövetségre lép Ábrahámmal, és megígéri neki, hogy sok nép atyává teszi, hogy rajta keresztül örökölje meg az egész világ Isten áldását. Ezután arra kéri Ábrahámot, hogy a szövetséghez tartozás jeleként metéljék körül a család fiú tagjait. Ez egy jel, ami emlékezteti őket, hogy családjuk növekedését csak is Istennek köszönhetik. Ábrahámnak végül tényleg sok gyermeke lesz, és szép kort ér meg. Jákobnál kiélesedik a két motívum közti kontraszt. Ő már a születésétől fogva rászolgált a Jákob névre, ami azt jelenti, Csaló! Nem elég, hogy kiforgatja Ézsaut az örökségéből, még vak édesapját is becsapja, hogy elvegye bátyjától az atyai áldást. Ezután lelép otthonról, és négy feleséget is begyűjt magának, holott csak egyet szeret igazán, Ráhelt. És mind tudjuk, hogy az ilyen sztoriknak az esetek nagy részében nincs túl jó vége. Az egyetlen ember, aki képes többé várán megtörni ezt a szélhámost, az a nagybátyja lábán. Fordul a kocka. Jákob pedig magába száll, és később hazamegy. Hazafelé azonban különös dolog történik. Ismét ringbe száll az áldásért. Hát igen, van, ami nem változik. De az ellenfele ezúttal Isten. Isten pedig annyira értékeli Jákób eltökéltségét, hogy átadja neki Ábrahám áldását. Sőt, új nevet is ad neki, Izrael, aminek jelentése Istennel küzdő. A könyv vége Jákob fiairól szól, és a történet a csúcspontjához ér. Jákob jobban szereti második, legkisebb fiát, Józsefet, mint a többit. Például csak ő kap tőle színes kabátot. A másik tízerre úgy meggyűlöli Józsefet, hogy elrabolják, és már-már megölik, amikor úgy döntenek, hogy inkább eladják rabszolgának Egyiptomba. Itt viszont börtönbe kerül. A család ismét elbukik. Isten azonban fel van, és nem csak, hogy megszervezi József szabadonbocsátását, hanem a fáraón keresztül egész Egyiptom második emberévé emeli. József ezután megmenti Egyiptomot az éhinségtől, sőt, még saját testvéreit is kiragadja az éhhalál torkából, családjaikkal együtt. Újra kirajzolódik a korábbi minta. Ábrahám családjának önpusztítására és bűnére Isten hűséggel válaszol, aki még a fivérek gonoszságából is életmentő akciót hoz ki. Pontosan ezt mondja József is testvéreinek a könyv vége felé. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy sok nép életét megtartsa. Ezek az zárószavak okkal vannak a könyv végén, mert nem csak József és testvérei történetét foglalják össze, hanem az egész könyvet. A harmadik fejezettől azt olvassuk, hogy az ember önzősége és gonossága szétárad a világban, de Isten nem az a fajta, aki magára hagyja az övéit. Hű marad és kitart amellett, hogy a bukások ellenére megáldja az embert. Jól szemlélteti ezt a nő utódáról szóló rejtélyes ígéret is, ami az egész könyvön át a beteljesedés felé halad. Isten megígérte, hogy eljön majd egy sebzett győztes, aki szétzúzza a kígyót és megsemmisíti a gonosz forrását. Aztán a szerző közvetlenül az ígérethez köti Ábrahám vérvonalát. Itt kezd összeállni a kép, hogy miként fogja Isten megáldani a népeket. Az Ábrahámnak tett ígéretet Júda, Jákób negyedik fia viszi tovább a következőképpen. A 49. fejezetben, amikor Jákób már a halálos ágyán fekszik, egy nagyon fontos költeménnyel áldja meg tizenkét fiát. Júdához érve Jákób megjövendöli, hogy az ő törzséből fognak származni Izrael királyai és egy nap eljön majd egy király, akinek engedelmeskedni fog minden nép, és az édenkerti ígéret beteljesítéseként helyreállítja Isten áldását a világban. Jákob ezután meghal. Majd később József is, a növekvő család pedig Egyiptomban marad. A teremtés könyve tehát reménnyel, de ugyanakkor beteljesületlen ígéretekkel zárul, úgyhogy nincs más hátra, mint tovább lapozni. Egyelőre azonban ennyi. Ez Mózes első könyve, a teremtés könyve.